Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez az első Maglódni Fortnite Dance verseny! Ez egy jó tánc, lehet, hogy zene is kéne hozzá, gyerekek, nem? Moci, moci, tarka, se füle, se tarka, oda megyünk laknak, mi, ahol terjed kap, mi. Ki éhezett meg? Én! Anya, minden nap csinál ilyen uzsit. Ez nagyon finom, esküszöm, nagyon. Mr. Pánk. Sziasztok! Köszöntünk titeket egy ilyen kis borongós, őszi, napi vlogban, illetve a délutánunkba csöppentek bele, mert hogy arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan próbálom meg feldobni egy ilyen esős, nyálkás, taknyos, rossz időben a családunk kedvét, mind a gyerekekét, mind a miénket otthoni körülmények között, és ezért kieszáltam egy kis meglepetést a gyerekeknek, egy ilyen kis késő délutáni suli, ovi utáni programot, ilyen kis társasozós, mozi délutános, szendvicsezős, uzsi délután gyakorlatilag. Úgyhogy én most eljöttem a Benniért, ő már itt ül mögöttem a kocsiban. Upszó! És most indulunk a Niniért az óvodába. Állunk a piros lámpánál, és megtaláltuk magamat. Az én szobámra van írva, hogy Benni, Bubu, kötőjel Benni. Megérkeztünk a Niniért. Itt be tudunk menni, igazából hát egyedül kéne, de a Bennit azért nem szeretettel hagyom itt a kocsiban egyedül. Úgyhogy ide a maszkot felvesszük. Most jössz velem, vagy nem? Igen! És van rajta cipő? Nincs. És pulcsika? Most veszem fel. Fél négy van, 8 percre lakunk az ovitól, most itt összeszedjük a Ninit, az azért általában egy negyed óra szokott lenni még. Egyébként innen a környékről jönnek hozzánk a kis barátok. Még az egyik itt lakik az ovi mellett. Képzeljétek el, azt kell tudni, hogy a Benni 2 éves korától járt ugyanabba az intézménybe, ahová most a Nini is jár, és a kezdetekben egészen, tehát ilyen 2-3 éves korukban kialakult egy ilyen kis banda, egy társaság, egy 2 kislányból, 2 kisfiúból álló csapat, akik keresztbe-kasba elkezdték egymást hívogatni a születésnapjaikra, ilyen buli, olyan buli, és hát nyilván a családok is összejöttünk mindig, mert hogy hát nem ez a elviszük a gyereket, ott hagyjuk, és majd értem egy dolog működött, főleg amíg nagyon picik voltak, hanem mindig így összeverődtek a családok is, és ez a 4 család, akik így lettünk, a 2 kislánynak és a 2 kisfiúnak a anyukái, apukái, hát így rájöttünk, hogy nyilván a gyerekek nem véletlenül találhattak ennyire egymásra, és vannak egy hullámhosszon, mert mi a szülők is nagyon-nagyon egy hullámhosszon vagyunk. Picit azért most így, ha nem is szétesett, de azért nyilván feltagolta, meg így kicsit megritkította az együttléteket, az, hogy a gyerekek különböző iskolákba mentek. Megerősítette a barátságunkat. Micsoda? Megerősítette a barátságunkat. De édes vagy, megerősítette a barátságukat. Szóval az egyik család elköltözött Törökbálintra, a másik 2 maradt itt a 17. kerületben és Pécelen, de azért a suli meg a kötöttségek miatt kevesebbet tudunk együtt lenni, de azért igyekszünk folyamatosan sort keríteni arra, hogy a gyerekeket is összeengedjük, meg magunkat is, úgyhogy most ez is egy ilyen kis alkalom, mindenki átszaladt hozzánk, igazából szerintem az uzsiban még a vacsorát is le fogjuk tudni, minden anyuka megsporol otthon egy vacsorakészítést, megyek is a Niniért. Hazaértünk! Hazaértünk végre! Tessék? Ez tényleg alma? Igen. Ez a... Igen, ilyen piros belsejű alma. Na, a csapat nagy része itt van nálunk, úgyhogy már összedobtunk anyával nekik egy kis gyümölcstálat, és most csinálunk nekik egy ilyen kis koktélt, aztán utána pedig még gyümölcsöt megeszegetik, megiszogatják, így ilyen késő uzsira, kora esti vacsira, pedig csinálok nekik mindenféle ilyen kencés, krémes kenyeret, zöldségpástétomos falatkákat, ilyesmit. Mert a videót egyébként a Hamid Vegsi támogatja, úgyhogy ennek a négyféle csalás zöldségpástétomnak a segítségével fogom itt majd a gyermekeket jól lakatni, de majd mutatok mindent idővel, szépen sorban. Közben megérkezett Csabi, amíg előkészítettük a gyümölcstálat, meg a kis szörpiket a gyerekeknek. Ő meg itt valami technikát rak éppen össze. És egy kis kimaradt LEGO alkatrészsel játszok. Beleblogolsz a blogba? Beleblogoljak a blogba? Igen. Mi a terved? Az a tervem, hogy feltöltöm ezt a kis eszközt, és utána beleblogolok a blogba. Egyébként a gyerekekkel fogok játszani egy kicsit, megnézem, hogy mit csinálnak, itt vannak most többen. Becsatlakozok a kis játékukba, aztán gondolom uzsizunk majd egyet, együtt, vagy elküldszetkel, veled. Éhes vagy? Hosszú napon volt. És keveset ettem, úgyhogy ja, mindig éhes vagyok. Bár ez nem látszik rajtam, de tényleg mindig éhes vagyok. Szia, Nathan! Jó voltam a múlva. Jó voltál ma? Amúgy jó voltam a múlva, de akarunk játszani a négyszemélyes játszik. Na és apa kiről mesélt neked reggel, miközben vittelek? Hello, Gyúlus! A hős csizmás kandúrról. Natanielnek mesélni kellett a csizmás kandúrról, mert nem akarta reggel felvenni a csizmát valamiért. Ez a gyerek nem szereti a csizmát. Majd elkezdjük veletek egyet. Mit bújtál? Hozzálátok itt a gyerekek uzsijának, aminek az alapja, ugye mondtam, a Haménak a termékei lesznek, ezek a kis veggie kencék, zöldségpástét, amik igazából 4 ízben van, úgyhogy a család, meg a gyerekeknek is mindegyike meg tudja, ez a család minden tagja, és a gyerekeknek is mindegyike meg tudja találni a saját szájíze szerint a kedvencet. Egyébként nálunk az abszolút győztes mutatom már nektek a babos zöldségpástétom, mert a Benni eleve imád minden ilyen babos dolgot, a csicseri borsót, a borsót, a mindent, úgyhogy hát abszolút a bab lett a kedvence, ez jöhet minden mennyiségben, és utána pedig a zöldség tatár, tehát ez a másik, ami fogy elég szép mennyiségben, és amit én szeretek még egy kicsit, azért ennek jellegzetesebb íze van, az a paradicsomos oregánó, paradicsomos oregánós, tehát paradicsom oregánóval, és még itt a felnőttek kedvéért, mert ezért jön át egy-két szülő is, a csiperkés zöldségpástétomot is. Arra gondoltam, hogy először kicsit akartam, de végül zsemle lett, ilyen kis szeleteket fogok vágni, kerül rá majd minden a kis krém, egy kis friss zöldség, és a friss zöldséghez, meg általában a sajtokhoz szoktam használni egyébként, egy kis trükk mutatom nektek, a gyerekeknek ez ilyen gyurma kiszúró forma igazából, és ezzel szoktam a sajtot is kiszúrni, meg a zöldséget is, tehát például a retket is, a felszeleteljük, vagy az uborkát, és gyakorlatilag ezekkel a kis trükkökkel a gyerekekkel bármit meg tudok etetni. Szia, Marcsi! Jó lesz. Akkor ebből most még csinálok egy ilyen 45 darabot. Hozzátok ki a minimumot, amit ki kell osztani mindenki. Valaki kopogott! be? Anyátlanul vagytok? Nem, csak hozzá a ruhámat, mert táncon voltam. Ó, értem. Vegyétek le itt a cipőt, jó? Ne menjetek bentebb. Markó, dobjátok le itt a cipőt. Egy játékot csináltam, ami ilyen beszmenesés. És egy varázs, és ez tuti, és a dobtuk, akkor egy ilyet jel, és tudok elérni. Ilyen játékot csináltam, amit én ugyan megterítettem, de Csabi annyira belemerült a játékmester szerepébe, hogy nagyon el vannak, megjöttek a kis barbiék, és úgyhogy teljes a csapat, ennyien leszünk. Ennyi akarunk, addig innen el nem megyünk, még úsit nem kapunk. Itt ugye erre felé, éhesek vagyunk, ennyi akarunk. Jó, addig innen el nem megyünk, még muncsit nem kapunk. Yeah! Na jártunk végre! Ó, gyerekek! Moci, moci, tarka, se füle, se tarka, oda megyünk lakni, ahol feljed kapni. Moci, moci, ne fázott, vagytam, de hidrotrágos, nem akartam felvenni, ágyban kellett fektetni. Üdvözlök mindenkit! Ez az első maglódni Fortnite Dance verseny. És akik a Fortnite Dance versenynek a résztvevői, Benni, Marcsi, Barbie és Markó, aki el van bújva a kanapé mögött, és egy másik bujkálónk, Gyúlus! Na fiúk, sorsoljátok ki egymás közöttük, ki lesz az első. Bocs, fiúk és Barbie. Marci az első? Jó, akkor a többieket kérem szépen, üljenek helyet a várakozó kanapén. Menjünk a iszéba! Szia, bemutatkozol nekünk? Nem. Na, mi a neved? Szia Marci, honnan jöttél? Budapestről jöttél, ennek nagyon örülünk. Akkor mehet a tánc. Ez egy jó tánc, lehet, hogy zene is kéne hozzá, gyerekek, nem? Köszönjük szépen! Második részvevőnk, Gyuluska felkészülésre! Na, kérem szépen indítsuk el a zenét, és mehet! Jó! Köszönjük szépen! Van a csapatunk egyetlen könyvtagja, Barbara. Na, akkor mutasd meg nekünk! Ketten! Jó, mondjátok el, srácok, ti honnan vagytok, kik vagytok, mik vagytok? Kis Benedikt vagyok, és Maglódról jövök. A maglódi testvérpár, na nyomjátok a Fortnite Dance-t! Ennyi! Hát az elég rövidke volt! Na gyerekek, ebben rengeteg táncban ki éhezett meg? Én is. Akkor mit szólnátok egy jó vacsihoz? Uzsihoz? Nézzétek már, Ági milyen kis formákat vágott ki. Szívecskék, virágocskák, és virágok, és szívecskék. Hát ennyi. Anya, minden nap csinál ilyen. Jó! Na jó étvágyat, kacok, egyetek ilyen kis szendvicskéket. Répát is egyetek, mártogatósokat. Én még nem tudok szipolni. Akkor bekapcsolnád a szemét. Ez nagyon finom, esküszöm, nagyon. Tényleg? A paradicsomos. Nálad melyik nyert? Nálad is? Nálam a babos. Nálad melyik? Babos. Paradicsomos. Nálad, Nini? És itt is vagyok az ígért nyereményjátékkal. Köszönöm, hogyha megnéztétek a videót, dobjatok rá egy lájkot, hogyha tetszett, illetve keressétek az Instagram oldalamon a kapcsolódó nyereményjáték felhívó posztot, ott tegyetek eleget a feltételeknek, kövessétek a Hamé.hu oldalát, és természetesen engem is, és játszatok ezért a két csodás Bosch vákumos botmixerért. Hajrá, hajrá, nem sokára sorsolunk!